Érdekes bemutatóhely lehetne, majd később, ha ez az bemutatásra fog kerülni. Maradjál is benne, már, nyugodtan. Eltűnt egy emberünk. Ez a fős az irányszög. Fős az irányszög, az alsó meg a lejtszög, most majdnem viszintes. Borsod Nádasdon található egy elég kiterjedt, ismeretlen eredetű labirintus, amelyről mi Eszterhás Istvánnak, illetve Tarsoly Péternek köszönhetően szereztünk tudomást. És elkísértük ide Veres Zsoltékat, akik térképezni jöttek, mi pedig ezzel egyidejűleg a labirintus fotódokumentációjával igyekeztünk foglalkozni, de gyakorlatilag komoly kihívást jelentett az is, hogy bejárjuk az összes szabad járatot, ugyanis, mint kiderült, több kilométeres rendszerről van szó. Jól látszik, hogy itt a járat teteje elért egy olyan réteget, ami nem volt túlságosan koherens, illetve aminek a két oldala nem volt túl koherens, és ezért egy fölharapódzott. Úgy láttam, hogy ez a barnaság, ez egy agyagréteg. És ez az agyagréteg választotta el a alattunk fölötte lévő homokkövet, és ezért szakadozott itt le az agyagréteg miatt. Micsoda tömbök vannak leszakadva. Ez valaha ki volt ácsolva. Szétkorhadt tácsolatfa. Hát itt ez egy beomlás. Nem zárható ki, hogy folytatódott a járat, csak leszakadt a közepe. És hogy fölharapódzott, ugye a omladék térfogata az nagyobb, mármint az omladék által elfoglalt térfogat nagyobb, mint amíg egybe volt szálkő. Az azáltal elfoglalt térfogat. Következésképpen, hogy harapódzik föl a járat az omlás során, egyre kisebb lesz a szabad keresztmetszet, és a végén az omladék már eléri az épszálkövet. Itt ez történt. Nem lehet tudni, hogy ez a járat végén történt, vagy pedig esetleg az omlás mögött folytatódik. Mindenestre húzatot nem észleltünk. És gyakorlatilag a törmeléknek a elhordásával, kibontásával ezeknek a járatoknak komoly folytatása lehet, tehát van mit felfedezni a föld alatt. És valóban, itt valami sötétségbe föl lehet látni. Vezet, ugye? És nem másztunk be, és most bemászol, nem másszál? Ismerős, ez a környék. Itt vannak olyan járatok, amit biztos, hogy nem láttunk még. Na most itt tartunk, és itt vagyunk. Ez a bázisunk. És akkor folytatjuk erre a térképet. Mi most ebből, amit rajzoltál, kb. Csak ezen a részen voltunk, de már vagy 3 órája mászkálunk itt ezen a részen. Azt mondom, hogy még van mit csinálni szerintem. De ez a... Csinál, ide csak benézek. Itt is egy jó oldal járt. Én tök egyenes, nézd. Tucatnyi ilyen volt. És most befele megyünk. Szerintem nem, itt mentünk be először, és ott mentünk körben. A hátam mögött lesz a rövidebb út. Na kezdem megtanulni. Itt kúsztunk be. Igen? De karikacsapás, így van, és itt lesz balra a terem. Valami elég jelentős dolog lehetett alattunk, ami teljes mértékben leszakadt, és több méterrel följebb harapódzott az üreg. Jól láttuk a mennyezeten, hogy ilyen gyűrűsen szakadt föl. Ez is látszik, hogy itt egy 2005-ös dátumnak a vége leszakadt, úgyhogy ez egy
Annál később jobb lesz. Arra megyünk tovább, vagy arra? Innen is jöttünk volna, nem innen jöttünk, hanem onnan, de ez most ugyanaz. Ott van, arra van a nagy terem, és a, ilyen irányban van arra. De ennek a végén még nem jártunk. Nem. Na, tehát nézzük meg. Igen, valószínűleg mindenre beszakadás, egy elágazás, tehát valószínűleg itt folytatódna. Valószínűleg itt egy újabb keresztfolyosó lenne. De azt a keresztfolyosót megtalálhatjuk visszább is, mert egy csomó elágazást elhagytunk. Ja, én azt gondolom, hogy most nagyjából mondjuk eddig eljöttünk. Jöttünk tovább a szűkülettől egyenesen, ugye? Itt voltak ilyen vízjárat lehetőségek, de valahogy ezeknek is itt. Volt egy kisebb terem. Itt mindennek vége volt, ugye? Ez a rész szabad járatok tekintetében föl lett derítve. Most valahol ezen a részen bolyongunk, nem? Ott megy föl a vége, és nem ment, tudom, omlás van, de mehet. Azt most azt fogjuk megnézni. Áron! Sadék! Újabb kereszt a sadék! De hát nem megyünk ma haza szerintem. Ebben még nem jártunk, meg ők se. Jobbra is, balra is. Na jó van. És ezzel lehet kikerüljük balra menet, azt a fölharapodzást, érted, amire azt mondtam, hogy folytatódna. Aha. Jó. Menjünk össze balra, mert az van befelé érdésem szerint. Azért itt óvatosan, ez egy nagyon csúnya. És itt tartsunk egymástól 10 métert. Mert ha ez a főtehez leszakad, akkor ez egy több négyzetméteren fog egyszerre szakadni. Na, Iván eltűnt. Érdekesek ezek a kis kristálykák. Ugye nem videózod, amint ilyen szerencsétlenül bemászok. Á, nem. Jó, ha mind a hármadban vagyunk itt. Itt látható egy ilyen szénréteg. Régebben, aztán arra egy ilyen kavicsos, később ez a sárga homokos, aztán ez a gyagos homokos réteg ült rá. És ezekben vannak ezek a gipszkristályok, amiben most itt egyet a lepergett agyagdarabkák között is találtam. És így néz ki. Lehetne egy kicsit tisztítani rajta, de... Na szóval, ebben a fölharapódzó ilyen rendkívül széles trapéz keresztmetszetű járatba, ez ilyen fordított trapéz. Tehát először nyilván ilyen volt a járat, amikor kiválták. Ez a fölharapódzás során egy ilyen kifordított, egész lapos trapéz lett belőle. És elég ijesztő, így a sík tetejével. Elmentem a legvégéig, hát ugye ahol elváltunk, onnantól számítva szerintem 100 métert előre mentem. És teljesen vége van, ez a végén találtam szénrétegeket. A temető alatti labirintus rendkívül izgalmas geológiai rétegsorokat is bemutat. Ez egy alsó miocénkorú földtani összlet. Ha évmilliókba akarnám meghatározni, akkor ilyen 18-17 millió évvel ezelőtt rakodott le egy sekély tengerparton ez a kavicsos, homokos összlet. És ez a tengerpart úgy mondjuk, hogy nagy energiájú volt, tehát árapályjelenség, erős hullámzás mozgatta és halmozta át az üledéket, és azért ilyen durva szemű. Lekerekítettek a kavicsok, és lumasella padokat figyeltünk meg benne, ezek gyakorlatilag összetört kagylóhéjakból állnak. És ez is mutatja azt, hogy ez az egykori erős hullámzás, ez összetörte gyakorlatilag a kagylóhéjakat. Érdekes bemutatóhely lehetne majd később, ha ez az bemutatásra fog kerülni. Borsonádost környékén nagyon sok szén van, amit 1850-es évektől bányáztak, de ez a temető alatti labirintus azért érdekes, mert ez nem egy egykori szén bányászati tárórendszer, hanem ezt a kavicsos homokos összletet, amit gyakorlatilag hétköznapjában sódernek nevezünk, ezt fejthették, ugye a nagy kérdőjelek azért vannak, hogy ezt mérjen mélyműveléssel termelték ki, hisz ugye ezt ki lehetne kapálni a domboldalakon. Az ekkori készítők, akik nem tudjuk, hogy kik voltak és mikor, úgy gondolták, hogy ezt ilyen tárórendszerre termelik ki ezt a sóderanyagot. Ez egy agyagréteg, ami itt vízből rakódott le. Tehát valamikor ezt elöntötte a víz, lerakódott az alján az agyag, és hogy a víz visszahúzódott, az agyag kiszáradt, így fölkockázódott. Paleografuti. Ez... De várjál! Hát itt még nem jártunk. A tökbe vagyunk már megint. Jó. Na.
Itt van. Hátok, itt vagy? Ez ilyen szép tiszta, akkor mi van, ha ez... Ez tovább megy arra, amerre a másik... Egyébként tovább mehet simán arra, és tovább mehet azon, mint ami le van szakadva. Úgyhogy... Na, szóval, hogy... Ugye az, amit ott mondtuk, hogy hatos elágazás, az nem közvetlenül ebbe az ötös terembe megy, hanem itt egy kicsivel arrébb csatlakozik be. De? Igen. De az ötös terem... Igen. Ez az ötösből ebbe az irányba kimenő, ez... Én azt mondom, hogy lehet, hogy az ábran nincs méretarányosan, lehet, hogy ebbe biztos, csatlakozik bele. Nem csak a karsztokban, hanem a miocén agyagban is, miocén homokban is, minden lehetséges. Tudom, hol vagyunk. Mi is. És mi onnan jöttünk egyáltalán visszábról, ebben az irányban még nem mentünk el. Balra itt egy jó nagy oldaljára. Na, akkor megyek. Erre itt látszik egy végrés. Félre rakok néhány kis. Mi? Van egy alsó járat, amit nem néztünk meg, bár most jól megtanultam. Most szép. Ákos! Gyere át ide, mert itt megy egy csomó irányba a járat. Ha át tudsz jönni. És szerintem a bejárat közelében lehetünk, mert itt megjelentek a mécsesek meg a lapos elemek. Szevasz! Mi van veletek? Úgy tűnik, hogy minden irányban megvan már a vége. Igen? Na, ezek voltak, ahol nem mentünk be. Körülbelül 8 órás túra alatt sikerült nagyjából bejárni az összes járatot. Az a térkép, amit a Zsolték a Septiben csináltak, az általunk bejárt járatoknak jó felét. Az viszont biztos, hogy ha neki állnánk bontani, akkor még a jelenleg ismert járatok többszörösét lehetne itt elég hamar felfedezni.